Az Eskádac férfi kézilabda csapata az utolsó előtti helyzet elleni győzelemmel zárta a bajnokságot. A lényeg az volt, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik korábban kevesebbet játszottak, és mindenki élvezze a játékot. A csapat nagyszerűen többek között a listavezető elleni idegenbeli győzelemmel kezdte a tavaszi idényt. A folytatás azonban már nem volt ilyen sikeres. Belefutottunk után egy ilyen szerencsétlen vereségbe, és utána úgy érzem, hogy a csapat valahogy pszichikailag nem tudta visszahozni magát arra a nyerő hullámra. Belekerültünk viszont egy ilyen rossz hullámvölgybe, amiből nem találtuk meg a kiutat. Mink rengeteg ezt elemeztük a vezetőséggel és a játékosokkal is. Szóval megvannak a okok, mi szerintük tudjuk, hogy hol voltak a gyenge pontok, és hogy mit kell jobban csinálnunk a következő szezonban, és ezt szerint is fogunk csinálni. A kitűzött negyedik helyet nem sikerült elérni. A Daca 10 csapatos mezőnyben az ötödik helyen végzett. A következő bajnokságban a cél a legfelsőbb osztályba való feljutás. Ehhez azonban a jelenleg amatőr klubnál szükség lesz néhány profi játékosra. Megvannak a terveink, csak sajnos jelenlegi a gazdasági helyzet egy kicsit nehéz, ugye, és nem olyan egyszerű támogatókat találni. És ahhoz, hogy ide tudjunk hozni 3-4 játékost, ahhoz támogatók ellen. Ez az egész folyamatban van, igyekszünk támogatókat találni, csak hát egy kicsit nehézkesebb. De bízom benne, hogy sikerül, hogy egyre többen rájönnek arra, hogy a férfi kézilabdának is tulajdonképpen ott a helye, Dunaszerdáján, ahol a női kézilabda is van, vagy ahol valamikor a 80-as, 90-es években volt. Néhány órával később már a lányoké volt a főszerep. A HC Dac egy hosszú és kimerítő szezon végén még nagyon fontos mérkőzéseket játszik, hiszen a MOL ligában kiharcolt első hely után a szlovák bajnoki címet is szeretné megszerezni. A döntő első mérkőzése jól sikerült, a sárga-kékek legyőzték a nagymihályiakat. A hazai edző szerint nem volt olyan könnyű a meccs, mint ami ennek tűnt. Az elején nagyon döcögösre sikeredett, nem játszottunk igazán jól, rengeteg hibát vétettünk, főleg támadásba, és sorra ajándékoztuk a gólokat az ellenfelünknek, ők pedig hát ezzel az éltek helyjel közel, úgyhogy aztán a másik féldőre tulajdonképpen védekezésünk még jobban feljebb volt, a kapusunk továbbra is jól védett, és támadásban is egyre magabiztosabbak váltunk, és a végén kialakult ez a 10 gólos győzelem, ami ez elég magabiztosnak tűnik. A Dac kapusa Magera Noémi remekül védett, a legeredményesebb hazai játékosnak pedig Sári Barbara bizonyult, aki 7 gólt szerzett. Hát ez a legmerészebb álmunkba jött fel körülbelül, hogy mi 10-del tudunk itthon nyerni. Abszolút készültünk rájuk, hogy lerohanjuk őket, és hogy fárasztuk, kevesen voltak, úgyhogy mindent, amit elmondott a Viktor, azt gondolom, hogy a pályán mindent megvalósítottunk. Nagyon jól éreztem a pályán magam, és nagyon jók voltak a lányok, úgyhogy én akkor tudok jól játszani, hogyha körülöttem a lányok ilyen labdákat adnak, úgyhogy abszolút ennek volt köszönhető az, hogy én ma ilyen eredményesen tudtam játszani. Négy nappal később a döntő második mérkőzésén a rendes játékidőben 24-24-es eredménnyel végződött a Nagy Mihály Dac összecsapás. Ezután következtek a 7 méteresek, amit a házigazda kelet-szlovákiai csapat nyert 7-6 arányban. Ez azt jelenti, hogy az aranyérem sorsáról a május 21-i Dunaszerdahelyi meccs dönt.